A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár először 1972-ben rendezte meg a megyei gyermekkönyv hónapot, amely később országos rendezvényén nőtte ki magát. Ennek célja, hogy a 21. század gyermekeit, akik a technika vívmányai közt nőnek fel, olvasásra ösztönözzék. Lehetőségük van gyermekkönyvek íróival személyesen találkozni, és könyvtári környezetben kötetlenül beszélgetni velük. Azok a gyerekek, akik már olvasnak minél több olyan irodalommal, olyan mesével ismerkedhessenek meg, amely esetlegesen felkelti az olvasás iránti szenvedélyüket, ami ugye az embert emberré tette, illetve az emberi elmét pallírozta nagyon hosszú időn, több ezer éven keresztül. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, és a mai világban a hagyományos könyvnyomtatáson alapuló könyvek ugye kezdenek háttérbe kerülni a digitális technikával szemben. Nyilvánvaló az, hogy a digitális technika az a fejlődésnek egy olyan eleme, amelyet elkerülni nem lehet, sőt a fejlődéssel lépést kell tartani, de azt elmondtam itt is, hogy Gutenberg nem véletlenül találta fel egy új irányt adva a humanizmusnak a kezdetén a könyvnyomtatást, mert a könyvnek az olvasása sokkal jobban pallírozza az elmét, sokkal több szókincset tud biztosítani az emberek számára, mint hogyha mondjuk egy iPad-en vagy egy laptopon olvas valaki egy könyvet. Egyébként is könnyebb szaga van a könyvnek, hogyha a könyvtárban olvassa, vagy otthon a csendes magányban jobban kikapcsol, jobban tudja a stresszt oldani. A programok jó részét az adott év aktuális évfordulóihoz, valamint a jeles napokhoz kapcsolódva szervezik. Így 2018-ban a családok éve, Mándi István születésének 100. évfordulója, a Mátyás király emlékév, valamint az anyák napja és a madarak és fák napja a témát a gyermekolvasók ünnepének. Idén 38 rendezvény lesz, amelyből 25 a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban, 13 program pedig Tiszavasváritól Pusztadobosig a települési könyvtárakban zajlik majd. Úgy gondolom, hogy Leiner Laura írónő látogatása lesz a legnépszerűbb a fiatalok kamaszok körében. Egy nagyon népszerű író. A Szent Johanna gimű sorozat tette őt nagyon népszerűvé és elismerté. Mindössze 32 éves írónő olyan sikereket ért el, hogy több megyeszékhelyen és városban is sorban állás van, ha ő ott dedikál. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez itt Nyíregyházán is így lesz. Már a megyéből településekről többen jelezték, hogy ők mindenféleképpen megoldják a gyerekek beutaztatását, hogy találkozhassanak személyesen, és dedikáltathassák könyveiket Leiner Laurával. Úgyhogy nagyon-nagyon várjuk ezt az eseményt. A könyvhónap programjai április 23-án kezdődnek, és május 24-ig tartanak. Az ünnepségsorozat minden korosztály számára sokszínű programot kínál.